Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Itt lök az autóval, nem másra, mint a... Hello! Lucas-szel! Még mielőtt elkezdjük ezt a mai videót, mindenkinek mit kívánunk? Kellemes húsvéti! Húsvéti ünnepeket! Kellemes, boldog húsvéti ünnepeket! Nagyon remélem, hogy mindenkinek jól telik a húsvétja. Nagyon sok piros tojást, ugye, nyuszi tojást, csoki tojást, mindenféle tojást kaptatok, sok sonkát tettetek. Piros tojással, kék tojással. A mami, a feleségem jelenleg mit csinál? Teszi a... A tojásokat a színezőben, most színezi a tojásokat. Nem, most teszi a Davis. Meg a Davis aludni. Végülis azért vagyunk itt az autóban, mert várunk. Nem másra várunk, mint meg akkor nézni egy házat. Ezt a házat itt, ami ott van. Ez egy kisebb ház. Nem tudom, hogy jó lesz nekünk, vagy nem, de elmegyünk megnézni, ugyanis ugye költözni kell. A szüleim arra felé laknak. Körülbelül egy mennyi? 5 perc gyaloglás? Én azt mondom. És ezt fogjuk megnézni. Amúgy ez a videó egy nappal előbb készült húsvét előtt, csak mondom nektek, ugyanis a héten ugye filmeztem reggel, és meg is osztottam még aznap. Ez nem ilyen videó, ez egy nappal előbb készült, tehát húsvét nálunk még csak holnap lesz. Mire ezt a videót nézitek, nálunk is húsvét van, meg már nálatok is, de értitek, hogy mit mondok, ugye? Én nem. Nem baj. Amúgy hoztam a szemvegemet, ugyanis megpróbálom lefilmezni, ahogy látom, elég sokan jönnek, meg akarják nézni ezt a házat. Nem tudom, hogy mennyit fog tudni filmezni, mennyit nem, ugyanis ez egy nagyon pici ház. Aztán délután nem máshova megyünk, mint egy helyre, ahol lehet venni ilyen ragasztót. Hogy miért? Majd megmondom, hogy miért, ugyanis megjött az ingatlanos, hogy menni kell, úgyhogy megmondom, hogy miért menjünk oda, meg mit akarok készíteni. Ugyanis valamit akarok készíteni, ugye, Lucas? Közben meg is ebédeltünk, a Davis aludt egyetnak, fel is ébredt, ő is megebédelt. Amúgy a ház, nem tudom, hogy mit gondoltok róla, de szerintem nagyon pici volt, rettentő régi volt. Csak elmentünk végül is megnézni, mert nem tudtunk mit csinálni, unatkoztunk itthon, úgyhogy gondoltuk, hogy elmegyünk. Aztán most nem más csinálunk, de elkészülődünk, és mutatom, hogy mit akarok venni. Ugyanis a Davis ugye mindig kalapált, és amit megkalapált, ahogy már mutattam, nem más, mint ez a tévé, nem a tévé, amik azt is megkalapálta, de az asztal, és ha jobban megnézed, lehet látni például itt a Spider-Man-nek a festéke piros, mert azt lehet, hogy le lehet mosni, de ezeket, látod, ilyen beütéseket mindenhol nem tudod lemosni. Itt is van, itt is,
mégis az egész asztal tele van vele. Ezért lakrom valamivel, nem tudom, minek hívják, fóliázni, vagy nem tudom, lehet kapni ezeket a, azokat a ragasztós valamiket, ami ilyen tekercsben van, ilyen 1-1,5 méter hosszú, ilyen fél méter széles, és vagy famintázatú, vagy hubikék, vagy zöld, vagy én nem tudom, és azt akarom erre mégis ráragasztani a tetejére, hogy valami formája legyen neki. Hogy jó lesz-e, vagy nem lesz-e jó, nem tudom, lehet, hogy ráragasztom, és abban a pillanatban le fog róla jönni. Lehet, hogy le kellene majd festenem, bár ezt így simán nem tudod lefestem, mert a festem, hogy le fog róla jönni, tehát ez nem ilyen sima festhető asztal. De gondoltam, hogy megpróbálkozok vele. Ez a tekercs nem többbe kerül amúgy, mint ha jól emlékszem, $2 vagy 3-ba, tehát nem olyan drága végül is. Ezzel akarok megpróbálkozni, hogyha nem sikerül, akkor majd a jövőbe kell venni egy újat, de gondoltam még mielőtt elmegyünk és veszünk egy újat. Megpróbálkozok vele, ugyanis ez a fajta, képzeld, tegnap néztem, amilyen fehéres, ilyen szép, ilyen nagy, $450-500 kerül, nagyon drága, láttam $99 ilyen kisebbet, biztos, hogy ráférne a tévé, legalábbis remélem. Körülbelül akkora, mint a tévé, olyan hosszúkás, ilyen széles, de nem tudom, élőben nem láttam képeken, úgy elment, nem volt a legszebb, de gondoltam még, mielőtt azt is kiköltjük, ezzel megpróbálkozom. A időjárás, mutatom nektek, ilyen szép húsvéti időnk van, lesz, nem mondott esőzést végül is, nem mondott, de olyan rossz időt, ahogy elég meleg van ma. Közben keresem, itt van, megvan a szemüvegem, ugyanis valószínűleg ezzel fog ma megint filmezni, mert ha tartom a Davist, akkor nem fog tudni tartani a kamerát. Mit csinálsz? Cipő, hol a cipőd? Gyorsan, megyünk a cipőjét. Felvesszük, aztán tolunk a pár. Ma nem ledobtam a kamerát, te, engedtem elkapni a kezemmel. Zolunk a Lukasznek is, és indulunk. Mi a helyzet? Hát semmi. Hol tartasz a Minecraftba? Ugyanis a Lukasz épít a Minecraftba várost, vidám parkot. Mi mást építettél még? Minden. Ja, minden. Minden, ami van a városban, és minden este megnézem, hogy hol tart. Minden este ugye többet építem. Lehet, hogy megmutatom nektek, hogyha hazaérkezünk. Hm? Megmutatjuk, hogy néz ki a városod? Ja. Ebben a Minecraftban lehet építeni mindenféle fajta dolgot. Amúgy egész jól néz ki. Hova megyünk? Még várj egy kicsit. Még várjál, hát el kell még pakolnunk meg. Nehogy elmenjél. Úgy hozd a cipőmet. Úgy. Látod? Én húzom az ő cipőjét, ő meg húzza az enyémet, mármint nekem. Köszönöm. Oda, ez erre a lábamra való. Oda, lerakjuk. Másik. Azt is. De fordítsd fel, hát nem tudom felvenni. Jaj, te. Úgy. Ugyes vagy. Na. Most mi van? Felvegyelek? Mi csinálom ott? Hoppá! Aztán még mindenki készülődik, mutatom a piros tojásunkat, hogy hogy sikerült. És a feleségem végzett a színezéssel, mint itt van benn. Mária, van hozzá, aj, gyereki, ilyen pici kis... Ilyen, látod, itt sikerült a piros tojásunk, belerakták, na, ilyen szép, elég szép lett szerintem, legalábbis nem a legszebb, de ahhoz képest, hogy milyen volt tavaly évben, emlékszem, milyen volt a tavaly évben? Yeah. Ilyen félig megfogta, félig nem fogta meg, meg az ujjadat mindenhol megfogta. Idén az ujjadat nem fogja meg. A Davis amúgy azt hisz, hogy ez a labda, egy piros labda. Ott nem fogja. De megfogja. Nagyon picit itt egy nem fogta meg, de a múltkorihoz képest elég szép lett, én azt mondom. Na várjál! Amúgy csak egy színű tojásunk van, piros tojásunk, kék nem sikerült. Ja, mit? Mit mondasz? Megyünk? Napszemeg! Itt az Davis új napszemegje, legalábbis a új neki, de a Lukasznek régi. Az volt nekem, amikor 4 voltam. Amikor a Lukasz 4 éves, mennyi? 3. 3 vagy 4. Ez volt a napszemegje. Ez Spider-Man-es napszemeg, nem? Na, mindenki jól néz ki, kivéve én ezzel a szemüveggel. Olyan nagy. De van szemüveged, de ott van a szemüveged, hozzad te is. Te is odarakod a fejedre. Rendben van. Aztán még ellen felejtem, meg kell osztani a mai videót, az legelső valami 5-öt. Mint ezt a videót ti már nézitek, addigra már biztos megosztottam, de elfelejtettem megosztani otthon, úgyhogy most a telefonomon keresztül kell majd. Itt a szomszéd autója, nem látjátok, hogy milyen poros, nem tudom így most megmutatni.
de kezd forrosodni, most már körülbelül egy másfél hete elmentek, ugyanis elmentek nyaralni. Egy évben egyszer vagy kétszer elmennek nyaralni, ilyen hajóútra, jelenleg Hawaii-ra mentek, innét Ausztráliából indultak, egy nagyon nagy hajóval, ilyen cruise ship-tel, és Hawaii-ra, Fidzsire, nem tudom hány helyen megállnak. Nem érnek hozzá egészen, ha jól emlékszem, május elejéig, vagy nem tudom. Tól is körülbelül ilyenkor mentek el ilyen tájba, nem is tudom hova mentek. Mondták, de elfelejtettem. Megjöttünk a barkácsboltba. Legalábbis azt mondom, hogy ez barkácsbolt, így hívják magyarul, és van itt sok minden dolog. De meg fogunk való állni, úgyhogy megnézzük ezt a ragasztós valamit a tévé alá, ugye. Hova állunk meg, Oda szemben valószínű. Na menjünk! Hoppá! Jössz, majd maradsz. Na gyere te! Hoppálá! Hoppá! Mit csinálunk? Sétálunk vagy cipeljenek? Sétálunk vagy nem sétálunk? Jó a bok? Bok. Nem érti magyarul azt, hogy sétálunk. Szép vagy a banat szemekben. Na gyere, eligazítalak! Te vagy a Spider-Man. Gyönyörű. De ne rak! Most mit csinálsz? Miért raktad oda a földre te? Felvesszük és rárakjuk a fejedre. Nem? De, na mehetünk. Balloons, yes, balloons. Na merre megyünk? Bum-bum, jobbra vagy balra? Azt hiszem hátrafele kellene menni. Mit mondasz? Én van itt sok minden, az ecsettől elkezdve a virágig, a fajig, a tisztítószerig, minden van itt. Bubu, akarsz sétálni, Bubu? Mi van a bok? Itt vagyunk a fa részen. Jaj, van itt mindenféle fajta léc, meg fa dolog. De nekünk nem ez kell, hogy át kell mennünk a másik oldalra, nem tudom. Itt vagyunk a konyhás részen, gáztűzhely. Mennyibe kerül egy gáztűzhely? $600, 700, 800. Nézd, az 300, le van árazva. 870, 600. Aztán van itt ilyen régi stílusú. Ez is elég drága, $800. Nem is szép. Nekem azok jobban tetszenek, azok a feketék. Na, itt vagyunk a festős részen. Ez tapéta. Itt van. Ez, ezt mondtam. Hát, az csúnya. Úgy van. Oda néz, tigris mintás. Leped van, yes! Te... Ej, hát ez sem nagyon szép, ez ilyen téglás. Azt mondja a feleségem, hogy ez nem olyan csúnya. This one, így kinén. Ez lakó. És végeztünk. Nem más vettünk, mint a zebra mintásat. Ugyanis a fekete-fehér szerintem megy mindennel. A kékeset nem akartuk, a másikat se, a téglásat. Majd meglátjuk, hogyha nem jó, akkor max. Levesztük róla és kicserít valami másra, nem Lukasz? Én azt mondtam amúgy lehet, hogy ilyen rikító zöldet kellett volna, vagy pirosat, de... De nem volt. Ez egy az, hogy nem volt, a másik, mert akkor kellene valami a falra, vagy a szobába valami ilyen szín, ugye, mert elütne mindentől. Minden, fekete meg fehér, szerintem jó lesz, anya, nem? Akkor lehúzzuk aztán. Fekete-fehér. Igen, nem? Mit vettél a pénzeden? Hol a kulcsom? Zsebemben. Új, te! De most nem máshol megyünk, mint a másik boltba. Egyet körülnézünk, császkálunk, és megérkeztünk. Lukasz, hova állunk? Valóban oda a végére van, nincsen senki. Nem volt, ott van egy kosár, láthat. Oda nem állunk, mert nekünk burul. Oda állunk, oda beközépre. Ott. 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 Aztán azt a zebrát nagy összegyűrjed nekem. Úgy azt beszéltük meg, hogy most nem is rakjuk fel az asztalra. Mert hogyha költözünk, akkor lehet, hogy le fog róla jönni. Hát, ha megsérül, úgyhogy most eddig előre várunk. Na! Mit? Azt a hajdott a lábadnál, én gyorsan megosztom a videót, ugyanis hány óra van? 2:33 van. Hova megyünk? Ide megyünk.
és rákattintunk, megosztuk, és megyünk be. Mindjárt egy másodperc. Na, megjöttünk a boltba, megnéztük a játékokat. Megnéztük a játékokat, az összeset. Mindig nézegetjük. Mindig nézegetjük. Ezen az asztal leárazottak vannak. Mi az? Ez az Injustice. Ilyen, mint Marvon. Az is. Ezek mind régi játékok. Mit mondasz? Mit? Ja. Meg kell keresnünk a feleségemet, ugyanis holba elment. Végeztünk? Akkor megyünk tovább. Gyere, menjünk. Nézd, lárasztak a PlayStation-ért. $349, 500 gigás, kapsz hozzá egy extra irányítót is. Ez jól lárasztak, komolyan mondom. Két irányító, $350. Hol a mami? Ott van bent, gyertyákat néz. Úgyhogy mi addig mit csinálunk? Megvárjuk itt kint, vagy bemegyünk? Nem megyünk be a kémára, nem fogja tudni, hogy hova mentünk. De megvárjuk. Addig elnézelőd, megnézzük max az órákat itt mindjárt. Nézd, mennyi csoki nyuszi, látod? Nyusz-nyusz? Nyuszika! Mi? Nyusz-nyusz-nyuszika? Ja, az az április 1-i tréfában volt, a Lukesz azt mondta, hogy nyusz-nyusz-nyuszika. Semmi! Look, torta. Nem másnak, mint az öcsémnek. Ugyanis várjál, ma van a születésnapja az öcsémnek, és vettünk neki egy ilyen gyümölcsös valami tortát. De legalábbis nem gyümölcsös, de van rajta áper. Milyen torta ez, Lukasz? Ilyen csokis valami. Remélem, szerinted jó ízleni fog neki? Ugyanis nem sokára majd jön át, és megünnepeljük. Nem, ő jön mi hozzánk, nem mi megyünk ő hozzá most. Idén ő jön mi hozzánk. Na várjál, át kéne itt menni. Kell még venni, mit kell még venni? Sonkát, tejet, kenyeret. Hol a feleség? Ott alsóba. Mi az? A cashew. Szereted ezt? Ja, de és végeztünk. Mindenki kapott valamit. A Davis nem más kapott, mint ilyen. Mi ez? Zacskót, kuka zacskót kapott. És nem lehet tőle elvenni, mi? Mi van ebbe? Ez ilyen szatyor. Szemetes zsák, ja. Kell még? Nem kell még? Mi? Az citrom. Látod? Mi? Az, ja. Nem kell? Alright. Hozzáérkeztünk, hogy látjátok. Úgyhogy most nem más csinálni, mint megvárjuk az öcsémet. Megmutatom a tortát, hogy hogyan néz ki, amit vettünk. Beraktuk már ide a hűtője. Ilyen gyümölcsös, meg nem tudom mi lehet benne. Biztos csoki, úgy néz ki. Hogy jó-e vagy nem? Majd kiderül. Annyira én, az öcsém, mi nem eszünk tortát, annyira nem szeretjük, de gondoltam, hogy a születésnapja van, ezért kap egyet ugye, hogyha átjön. Aztán az előbb lemértem ezt, amit vettünk, ezt a ragasztósat ide, pont rámegy, legalábbis a szélessége pont ugyanannyi, talán 1 vagy 2 mm lelóg. A hosszúsága, nem mondhatnak, hogy azt nem tudom, remélem, hogy jó lesz, hogyha nem, akkor ma meglátjuk. Majd max félbevágjuk és kiadjunk egy ilyen fehér sikat közétem. Úgyhogy, ezt a mai videót én itt most lassan befejezem. Mindenkinek kellemes húsvétot szeretnék még egyszer kívánni. Remélem, hogy jól telnek nektek az ünnepek. Sok piros tojást kaptatok, kéket, zöldet, mindenféle fajtát, sok sonkát ettetek, csoki tojást, meg nyuszi tojást, meg nyuszi nyulat, csoki nyulat, csoki nyulat. Úgyhogy, mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét. Szeretnék kívánni attól, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!